tulajdonképpen a távérzékelésen belül egy speciális és egy érdekes... Tessék? Nem lehet hallani? Most jó? Tehát egy érdekes kutatásról és annak az eredményéről szeretnék beszélni, aminek segítségével talán képet alkothatunk arról, hogy egyrészt mennyire fontos egy országnak foglalkozni olyan high-tech dolgokkal, amivel látszólag kis országoknak talán nem kéne. Azt szeretném bemutatni, hogy minden mindennel összefügg, és hogy olyan csatlakozási pontok vannak, amik teljesen meglepődünk esetleg. Bevezetőleg, hadd mondjak néhány szót, ugye Magyarországon van egy bázis intézmény az űrtevékenységnek, ez a Földmérési és Távérzékelési Intézet. Ugye ebből a távérzékelési az, ami azt mutatja, hogy a világűrből, a Föld felszínen, a Földön lévő dolgok megfigyelésével és a földi körülmények meghatározásával foglalkozik az intézetünk. Számos dolgot tudunk meghatározni. Ugye csak egy szóban csak az alapelvekről, hogyha olyan is van, aki esetleg ebben nem tájékozott. Ugye a Föld felszínről visszavert elektromágneses sugárzás az függ a felszínborítottságtól, és hogyha van egy mutatóm is, és hogyha a visszavert spektrumot észleljük, akkor abból meghatározhatjuk, hogy a különböző anyagok hogyan verik vissza az elektromágneses sugárzást. Természetesen nem az egész spektrumot szoktuk nézni, hanem bizonyos sávokban észleljük a visszavert elektromágneses sugárzást. Ez alapján képeket készítünk. Nézzünk egy példát gyorsan. A növények fejlődése hogyan figyelhető meg űrfelvételek segítségével? Ezeken a képeken itt űrfelvételeket látunk, láthatjuk időben előre haladó módon, és a kukorica és a búza egymás mellett lévő két tábla időben való színváltozását, és mellette persze megfigyelhetjük a növénynek is a változását. Ezek a színek természetesen hamis színek, ugye azok a sávoknak megfelelően, amiket észlelünk, zömében infravörös is van benne, és így tovább. A lényeg az, hogy látható, hogy a két növény időben másképp fejlődik, tehát meg tudjuk őket különböztetni. Ez nem egy nagy újdonság, erről nyilván sokat hallottak már. Ezt talán most nem részletezem annyira, hosszabb időre számítottam. A lényeg az, hogy számos hétköznapi alkalmazást végzünk az intézeten belül ebből, a felszínborítás meghatározása, évenként növénymonitor, vetésszerkezeti térképek készítése, és így tovább, amelyek közvetlenül is használhatók a gazdaságban. Egyébként ehhez számos űrfelvételt vásárolunk a világból, és az űrfelvételek magyarországi archívumát is mi kezeljük. Jó, itt is azt mutatjuk be, hogy számos olyan program van, talán lényegesek az árvíz, belvíz, aszálymonitoring. Idén például most egy hónappal ezelőtt fejeztük be az augusztusi aszályvizsgálatát, a szőlő és gyümölcs katasztert, és így tovább, de hát mondjuk a gazdálkodóknak ismerős a MEPAR rendszer, amit szintén a mi intézetünkben műhold felvételek és légi felvételek alapján dolgoztunk ki. Amiről beszélni szeretnék, ez csak egy rövid bevezető volt a távérzékelés bemutatására. Ami érdekesség talán, és illeszkedik ennek az előadás sorozatnak a témájához, a high-tech Magyarországon és annak az alkalmazása, illetve annak az hogyan tudja segíteni az országunkat. Erre vonatkozóan a kukorica egy speciális betegségének kimutatásáról fogok beszélni, illetve arról a kutatásról, amit itt Magyarországon végeztünk, és ami elvezetett ahhoz, hogy ezt a speciális betegséget, ami a világon nagyon fontos, hogy ismert legyen, ennek a speciális betegségnek a feltárását, feltérképezését, ezt
nagyon jó eséllyel és jó minőségben tudjuk megcsinálni, mióta ezt a kutatást elvégeztük, és ennek az eredményeire rájöttünk. Itt gyorsan bemutatom, hogy a kukorica mennyire fontos a világban, ugye, az összes gabonatermés 32%-a, és a legjelentősebb gabonatermés. Hozzá kell tenni, hogy Magyarország is nagyon jelentős helyet foglal az Európai Unióban, és az Európai Unió helyzetét pedig ezen a grafikonon láthatjuk. A betegség. Amit a világűrből meg akarunk figyelni a kukoricán, az a kukorica bogár lárvájának a kártétele. Róla van szó. Itt. Ennek a kicsi dolognak a kártételét próbáljuk meg műhold felvételek segítségével feltérképezni. Itt röviden láthatjuk az életciklusát a kukoricabogárnak. Egy rövid időszakban, május-június során a gyökér megtámadásával okozza a kárt a kukoricabogár lárvája. Tovább mennénk. Igen. A kukoricabogár az egy új dolog Európában. Ha valaki ismerős, vagy a múltkori GMO előadáson itt volt, akkor ugye szóba került már ez a kukoricabogár. A 90-es évekbe került Európába, az USA-ból, illetve Amerikából, és körülbelül innen és erről a területről, van egy másik diám is, terjedt szét, itt az időbeli terjedést láthatjuk, ugye 92-től 2004-ig. Azt láthatjuk, hogy Magyarország nagyon is érintett, de ma már szinte egész Európa érintett lett a betegséggel. Ez a betegség, ez ugye megtámadja a kukorica gyökerét, ettől a kukorica, ugye a gyöker, a gyökeret elfogyasztja, megrágja, a kukorica kidől, sokszor elszárad, de ez nem minden évben történik meg, a gyökérnek különböző módon károsodása lesz, és az egészséges kukoricából ilyen eldőlt beteg kukorica lesz, ami a termését már nem tudja megérlelni, és ezért a termés kieséssel ugye borzasztó nagy kárt okoz. Az Egyesült Államokban a Monsanto egyébként kikísérletezett egy olyan kukoricafajtát, ami ellenáll ennek a lárvának, genetikusan módosítva. Magyarországon én úgy gondolom szerencsénkre nem alkalmazhatók ezek a genetikusan módosított fajták, amelyeknek a biztonságáról azért nincs mindenki teljesen meggyőződve. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a betegséget pontosan feltárjuk és megismerjük. Azonban azt láthatjuk ezen a képen, hogy amikor beteg a kukorica, akkor is ugyanannyi növénytömeget látunk. Na most a világűrből mit látunk? A világűrből hatalmas pixeleket látunk általában, tehát nem azt látjuk ilyen pontossággal a világűrből, nem tudjuk megfigyelni a növényt, mert az űrfelvételeink, amiket használunk, annak a pixel mérete, azaz egy olyan képpont, ami csak egy számot ábrázol, az 10-20 méter nagyságrendű. Tehát képzeljük el, hogy egy 20 méteres négyzetet bekeretezünk, és abból csak egy számértéket kapunk erre a kukoricára vonatkozóan. Ez a kukorica nagyjából ugyanannyi klorofil tartalmaz, ugyanannyi növénytömeget és ugyanolyan növénytömeget tartalmaz, mint az egészséges kukorica, ami az imént látszott. Ebből az következik, hogy a hagyományos távérzékelési módszerekkel, amit az elején bemutattam, amikor az optikai tartományban lévő színét nézzük a földfelszínnek, abból sokszor elkülöníthető, de van olyan, amikor nem elég nagy ez a stressz, amit okozott a kukoricabogár, akkor az elkülönülés nem mutatható meg. Ezen gondolkodtunk el, mikor ezt a kutatást kezdtük, és itt vannak azok a pontok, amikor én mindig azt mondom, hogy hogy ezért kell minden tudományt egyformán művelni egy országban, mert a különböző tudományok kapcsolódnak egymáshoz. Itt egy analógikus gondolkodással jutottunk az eredményhez. Elgondolkodtunk, hogy mi az a legjellemzőbb dolog, ami a kártételnél történik. Hát tulajdonképpen megváltozik a szerkezete ennek a növényborításnak. Csak a struktúra modelljét veszük, akkor nagyon jelentős a kettő között a különbség. Elvárjuk, hogy legyen különbség majd a polarizációban. Ugye itt megint láthatunk egy egészséges károsodott táblát. És akkor a polarizáció vizsgálatával kiderült, hogy valóban
a károsodott és a kontroll kukoricatábla, amit persze földi bejárással megvizsgáltuk, és a világűrből is rádióhullámok. Na de honnan volt rádióhullám? Szerencsénk van, az utóbbi évtizedekben egyre inkább elterjedtek a radar műholdak, amikor rádió sugárzással besugározzák a területet, és képalkotó eljárással visszakapjuk a radar képét ennek a területnek. Látjuk, hogy hatalmas pixelek vannak, nem lehet felismerni azt a speciális alakú elváltozást, ugye a fertőzött részen, azonban a polarizációs állapot megváltozására jellemző úgynevezett Shannon entrópia nagyon jól mutatja nekünk a károsodást. Ugye, itt láthatók, mi volt a célkitűzés, el is értük. Ez egy lényeges dolog talán még itt, hogy a kukoricát, amiatt, hogy hogyan gépesed, a gazdálkodók hogyan tudják gondozni a földet, célszerű gépesedniük rá, célszerű egy kultúrával foglalkozniuk, mert a kukorica az egy olyan növény, amire fel kell készülni, ezért monokultúrában szokták termeszteni. Igen ám, de ahol monokultúra van, azt írja az irodalom, hogy ott valószínű a fertőzés megmaradása. Ezért mi is próbáltuk vizsgálni, ugye növény, azt már mondtam, az előző növényeket fel tudjuk ismerni ugye a világűrből, megpróbáltuk meghatározni több éven keresztül, mely területek azok, amik monokultúrával voltak érintve, és megnéztük, hogy a monokultúrás termeléssel hogyan függ össze a kukoricabogár kártétele. Hát ez egy összefoglaló ábra, azt hiszem órákat lehetne róla beszélni, úgyhogy inkább kihagyom. Jó? De azért ez lényeges, hogy hatalmas mintaterületekről gyűjtöttünk egyrészt műholdfelvétellel, másrészt pedig terepi bejárással adatokat. A terepi bejárás az minden távérzékelésnek az alapja, az a bázisa, azon keresztül jutunk eredményhez. Itt megint a referencia adatgyűjtés, látjuk 2007-ből. 2007 és 2008 összehasonlítását is mindjárt meg fogjuk nézni. Ez egy érdekes felvétdia, látszólag nincs rajta semmi érdekesség, de nagyon fontos, hogy optikai tartományban ennyi műholdfelvételt használtunk, míg radar felvételből ezt az egyet használtuk 2007-ben. Az látható, hogy hogyha a pontosságot nézzük, akkor 80% fölé tudtuk vinni azzal, hogy a három technológiát, tehát a meghatározás pontosságát, hogy hol van sérült tábla, ez távérzékelésben nagyon fontos és nagyon pontos eredménynek számít. 2008-ban is elvégeztük ugyanezeket a kutatásokat, hasonló módon akkor is csak egy radarfelvételt tudtunk használni. Ez azért érdekes, mert a radarfelvétel jelentősen, az egy darab is nagyon jelentősen megnövelte a pontosságunkat. Itt adatok arról, hogy milyen volt a fertőzés. És akkor itt láthatjuk a két év összehasonlítását az optikai tartományban, és nagyon lényeges volt, hogy a 2007-es és a 2008-as év abban különbözött, hogy 2007-ben aszály volt. Ez az aszály, a korai lárva kártétel, ugye az május-június kártétel után már nem engedte meg a regenerálódást, ezért az optikai tartományban később is nagyon jelentős volt az eltérés. Mi 2008-ban a szokásos, tehát hagyományos technológiával az optikai tartományban az eltérés az korrigálódott, a növény regenerálódott, és a hagyományos technológia nem volt alkalmas később a kártétel kimutatására. Ugye, itt láthatjuk ugyanezt. Azonban a radar felvétellel a 2008-as évet is, az ugye láttuk korábbi adatokkal, azt tökéletesen meg tudtuk határozni. Tehát ezzel a technológiával, amivel tulajdonképpen a betegség ösztökélt minket arra, hogy a geometriai struktúrákat próbáljuk meghatározni, és ezzel egy új eljárást irányába indítottuk a munkánkat, ezzel jelentős eredményeket tudtunk elérni. Természetesen az egyéb
geometriai eltéréseket is hasonló módon érdemes vizsgálni. Azóta végeztünk kutatásokat, például ugye a kultúrnövény gyomosodása lehet ilyen, ugye a parlagfű fertőzés például a napraforgóban, nézzünk egy ilyen képet. Ugye itt van egy egészséges napraforgó tábla, itt pedig egy jelentősen parlagfűvel szennyezett. Már ránézésre is látjuk, hogy a szerkezete, a geometriája jelentősen eltér. Azt várjuk, hogy ugyanebben a rádiótartományban hasonlóan eltérő lesz az entrópia változása, és valóban így is van, tehát kimutattuk, hogy ezt a változást, ezt az összefüggést a radar tartományban viszonylag hamar a napraforgó korai fejlődési állapotában ki tudjuk mutatni. Hát itt talán látjuk azt, hogy ezeket a kutatásokat ugye a Magyar Űrkutatási Iroda, valamint több minisztérium, nem csak a vízügyi, aztán a későbbi kutatást a másik is, és az ESA biztosította a számunkra a radar felvételeket. Ugye nagyon fontos, hogy az ESA ezt biztosította, mert nem vagyunk ugye még mindig ESA tagok, nem úgy, mint mondjuk Románia vagy Lettország, akik megelőztek minket. Sajnálom, hogy elment az államtitkár úr, ezeket a szavakat, meg tulajdonképpen néhány korábbi előadó megjegyzését is jó lett volna még, hogyha hallja. Köszönöm szépen.